Once at the restaurant gave me the old pep talk against money. Another one starting hard work is manly, desperate, talking to boy. Said he always wanted a car, and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, and a condo, and a golf course. Said he always wanted a boat, and now he's secretary of the Amikor eljön dicsőségében az ember fia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Erébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig külön választja őket egymástól, ahogy a pásztor külön választja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól. Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik. Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd azt feleli. Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.